Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek. A PlayStation Multipad 8.0 3G Note készüléken fogunk benchmark tesztet elvégezni ebben a videóban. Méghozzá, hogyha megtalálom, a Quadrant standardot fogom elindítani. Ha belemegyünk a készülék információit tartalmazó részbe, látjuk azt, hogy Android 4.1.1 fut rajta, maximum 1512 MHz-en megy a ROG-chip RK3066-os kétmagos processzor, 1 GB RAM-ot kapunk, Mali 400-as grafikus gyorsítónk van, és 1025x600 pixeles felbontásunk. És akkor el is indítottam a tesztet. Maga a teszt először 8 darab processzor műveletet hajt végre, ami nagyjából mindjárt meg is van. Ezt követően egy memória művelet jön, egy I.O., illetve utána 2D grafikus teszt, majd a 3D-re fut rá a program. Igazából egészen gyors, pörgős, meglepően jó lett ez a Multipad 8.0 Note készülék. Tényleg gyors, és a kijelző is meglehetősen szép. Most betekintési szögökben kevésbé látszik levett fényerő és a matt fólia miatt, de tényleg meglehetősen tetszetős a készülék. És van hozzá egy ilyen szép kis toll is, amivel külön vezérelni lehet. Már itt látszik is egy apró pont, hozzásra érek a toll, már megjelenik, hogy hol a toll hegye, és ezzel tudom vezérelni is a készüléket. Itt látható, hogy 3742 pontot kapott a Multipad készülékünk, és alul látszanak a részeredmények is. A processzor 6773 pontot kapott, a memória 2722-t, az I.O. egységek 5834-et, a 2D 1014-et, a 3D pedig 2365 pontot kapott. Ez volt tehát a Prestigio Multipad 8.0 3G Note készülék benchmark tesztje. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!